Több támogatást kért Volodymyr Zelenszky az Egyesült Államoktól, és meghívta Donald Trump, volt amerikai elnököt Ukrajnába, hogy meggyőződhessen a konfliktus mértékéről. Zelenszky úgy fogalmazott, hogy akár amerikai katonák is belesodródhatnak egy szélesebb európai konfliktusba Oroszországgal, ha Washington nem növeli a kiejvi vezetésnek szánt támogatását. Ha Oroszország megöl mindannyiunkat, meg fogják támadni a NATO tagországokat, és önöknek pedig majd el kell fiaikat és lányaikat harcolni hangoztatta az ukrán elnök az NBC amerikai hírtelevízió Meet the Press című vasárnapi műsorának adott interjújában. Zelenszky a vasárnap sugárzott interjúban egyben meghívta Ukrajnába a republikánus párti Donald Trumpot, aki indulni akar a 2024-es elnökválasztáson. A volt elnök korábban élesen bírálta Washington a kievi vezetésnek nyújtott támogatását és úgy fogalmazott, hogy újraválasztása esetén 20 24 órán belül véget vetne a háborúnak. Ha ide tudna jönni, 24 percre lenne szükségem arra, hogy elmagyarázzam Trump elnöknek, hogy nem tudja kezelni ezt a háborút, mondta Zelenszky. Nem tud békét hozni Vladimir Putin orosz elnök miatt, tette hozzá az államfő. Az orosz hadsereg egyre gyakrabban mér csapást a fronthoz közeli területekre irányított légibombákkal, amelyek ellen a legjobb védekezés az evakuáció, jelentette ki vasárnap Natalia Humenyuk, a Dél Hadműveleti Csoport sajtó szóvivője egy televíziós műsorban. Számolt be az Erbekápontó a hírportál. A szóvívő kifejtette, hogy az Ukrajna fegyvertárában lévő eszközökkel le lehet lőni az ellenséges irányított légibombákat. De figyelembe véve a megszállók által, naponta kilőtt rakéták számát a lakott területekre, főleg délen, Ukrajna védtelen maradhat, ha elhasználja készleteit, fogalmazott Homenyuk. A jelenlegi körülmények között a légibombák bombák elleni legmegbízhatóbb védelem az evakuáció. A dél-ukrajnai frontterületek lakóinak biztonságosabb helyekre kell távozniuk, hangsúlyozta a délhadműveleti csoport sajtószóvivője. A hepatitis A egy vírusos betegség, amely a májat támadja meg, lehet enyhe vagy súlyos lefolyású. A vírus a szennyezett élelmiszer vagy vízfogyasztása következményeként terjed, beleértve a személyes higiénia hiányát, számodva az Egészségügyi Minisztérium sajtószolgálata. A higiénia betartása az étel elkészítésekor. A zöldségek és gyümölcsök evés előtti mosása segít megelőzni a vírus élelmiszereken keresztüli átterjedését. Ne használjanak ellenőrizetlen forrásból származó vizet, írta a tárca sajtószolgálata. Az egészségügyi minisztérium az alábbi ajánlásait tette közé. A nem palackozott vizet használat előtt fel kell forralni. Alapos kézmosás szappannal és meleg vízzel a mosdó látogatását, étkezés előtt és a szeméttel való érintkezést követően. Ne igyanak egy másik személy poharából, ne kóstoljanak a tányérjáról ételt, ne használják a kanalát és villáját. A betegség lapangási ideje 14-28 napig tart. A leggyakoribb tünetek: gyengeség, hőemelkedés, hasmenés, hányás, sárgaság. A hepatitis A elleni vakcinák Ukrajnában nem szerepelnek az ingyenes oltások listáján, de a gyógyszertárakban megvásárolhatóak. Fontos, hogy a hepatitis A elleni védőoltást vegyék fel azok a felnőttek, akik a közétkeztetésben és az élelmiszeripari vállalkozásokban víz és szennyvíz elvezető létesítményekben dolgoznak. Tette hozzá az Egészségügyi Minisztérium. Volodymyr Zelenszky jóváhagyta a határozatot, miszerint 2024. március 31-én tartsák meg Ukrajnában az elnök választást. Közölte Olexi Honcserenko, parlamenti képviselő, az Espresso TV csatorna adásában. Információim szerint Volodymyr Zelenszky utasította az elnöki hivatalt, hogy készüljön fel a 2024. március 31-ére kitűzött választásokra. Ez az alkotmány szerint előírt határidő, március utolsó vasár. Napja. A döntést azzal magyaráznák a társadalomnak, hogy ha nem tartják meg a választásokat, akkor Zelenszky elveszti legitimitását. Különösen annak fényében, hogy Vladimir Putyin is márciusban tervezi a választásokat, mondta Honcsarenko. A parlamenti képviselő elmondása szerint a nyugati partnerek nem követelik Ukrajnától a választások megtartását a háború alatt. Ez kizárólag politikai feladat, amelyeket az elnöki hivatal tűzött ki maga elé. Most kizárólag elnökválasztásról beszélünk, mivel a parlamenti választásokat Ukrajna alkotmánya kifejezetten tiltja, hangsúlyozta Olexi Honcsarenko. A kárpátaljai 128-as gépesített hegyidander alakulat Zaporizsia megyei tragédiája után gyűlnek a virágok és a mécsesek munkács központjában. A helyiek a háborúban elesett katonák emlékhelyénél hajtanak főt, a város központjában fél eresztették az állami lobogót is. A munkácsi ukránok mellett a magyarok is gyertyát gyújtanak. Mint ismeretes, a kelet-ukrajnai fronton a kárpátai egység állomás helyén három napja rakéta csapódott be, amelynek következtében legalább 60-an megsebesültek és 28-an meghaltak. Kárpátalján hétfőtől három napos gyászt hirdettek. Tegnap előtt sokkolva voltunk ettől a hírtől a feleségemmel együtt, az emberek kicsit fellélegzik, azt hiszi, hogy, hogy valami változik a világban, és, és megint egy, egy óriási nagy trauma, egy óriási nagy ütés. És, és ez most egy teljesen közeli. Sajnos elveszítettünk mi is nagyon sok ismerőst, még a közeli ismerőseim közül is, és meghalt egy, egy fiatal gyerek, aki a fiammal együtt nevelkedett. Szörnyű tragédia. <laughs> Mindnyáján azt várnánk, hogy mikor lesz ennek vége. Hogy újra fel tudjunk lélegezni. Nem tudom. Sötétül, sötétülnek a fellegek. Tegnap még láttam a, 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 az interneten ilyen vörös ég, égboltos fényképeket. <laughs> Ez sem vörös volt az ég. Ukrajna felett is és Magyarország felett is nem tudom milyen jelek ezek. Minnyáján reménykedünk, de és gyászolunk, rendkívül gyászolunk.